amikor ide érkeztünk, akkor nagyon sokan nem voltak pont ezekre a dolgokra képezve, amikben mondjuk 15 év után szakemberekké váltunk, de azért, mert együtt dolgoztunk, támogattuk egymást, és nem adtuk fel az erőfeszítést, hogy próbáltunk valamit elérni, egy fenntartható közösséget elérni, létrehozni, akkor valahogy ez létrejött. Hogy milyen szinten, lehet, hogy lehet egyre jobban csinálni. A jelenlegi szintjén azt mondhatjuk, hogy megtermeljük saját magunknak az élelmiszert, teheneket tartunk, ökrökkel dolgozunk, tehát van állati erő, amivel mondjuk a különböző gépeket ki tudjuk váltani. 15 év után az ideérkezésünkkor még mérgező talajvizek már megtisztultak, és tiszta vízzel rendelkezünk, rengeteg erdőt ültettünk, és hát létrehoztunk egy közösséget. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, mert ez az alapja az egésznek. Hogyha szeretnénk valamit elérni, persze kell hinnünk benne, de azon túl, hogy hiszünk benne, kell is tennünk érte. És hogyha tudunk tenni érte, és elkötelezzük magunkat, hogy mi tényleg változtatni akarunk valamit, ha nem is tudunk ugye az egész világon, mert lehet, hogy ez már egy kicsit nagy kihívás, vagy egyfajta idealizmus felé terelni a gondolatainkat, de konkrétan a saját környezetünkön, akkor tudunk ezen változtatni. Hogy fejlesztjük ezt a közösséget, akkor szeretnénk olyan fajta oktatási programokat elindítani, ahol mindazokat az eredményeket, amiket mi elértünk, azokat a tapasztalatokat, amiket sikerült felhalmozni az elmúlt 15 évben, ezeket meg tudunk osztani másokkal. És hát több szintje van ennek, hogy milyen módon szeretnénk ezt megközelíteni. Az egyik az, hogy szeretnénk bemutatni egy olyan modellt, amikor egy ilyen családi gazdaságnak a keretei között, nem is pont úgy értve a gazdaságot, hogy valami nagy gazdasági vállalkozás, hanem inkább egy családnak a méretein belül, egy 4-5-6 tagú család, hogy mit tudna csinálni, hogyha lenne egy darab kis földje, hogyha lenne valahol egy vályogháza, mit tudna termelni, zöldségeket, gyümölcsöket, lehet, hogy lehetne egy-két tehene, hogy kezdjen ehhez hozzá. Aztán persze vannak ennek nagyobb vetületei, hogy lehet ökológikus vagy környezettudatos elvek alapján szervezni egy falu közösséget. Aztán hogyha több faluközösség létrejönne ilyen elvek alapján, akkor a faluközösségek együttműködéséből ilyen kistérségi, regionális együttműködések születhetnének. És mi abban hiszünk, hogy eljön az az idő, amikor rá fogunk jönni arra, hogy nincs más megoldás, mint hogy ezeket a lépéseket meg kell tegyük. Azok az embertársaink, akik az agyukat gondolkodásra is rendszeresen használják, akkor és nyomasztja őket az a felelősség, hogy látják, hogy nap mint nap milyen irányba megy a világ, és hogy egy totális környezeti gazdasági katasztrófába vezet bennünket ez a várakozás, akkor valamikor össze fogunk fogni, független attól, hogy mi a vallásunk, vagy mi a nemzetiségünk, és megértve azt, hogy van egy közös felelősségünk, nem is csak a nemzetünknek a jövője, nem csak a családunknak a jövője, hanem az egész emberiségnek a jövőjéről van szó. És lehet, hogy még most hallva ezeket a szavakat Magyarországon túl nagynak tűnnek ezek a kijelentések, de hogyha a magyar közönség is egy kicsit jobban megismerkedne azokkal a tudományos tényekkel, amik igazából hozzáférhetőek, csak nem annyira ismertek mondjuk nálunk, akkor sokkal többen fordulnánk e felé, az együttműködésnek a keresése felé. A Krisna völgynek a kutatásaival kapcsolatos információkat több szinten szeretnénk áramoltatni, hát kiadványokat hozunk létre, magazinokat, vagy honlapjaink, mint például az ökovölgy.hu honlap, ami az Ökovölgy Alapítványunknak a munkáját hivatott mondjuk így ismertetni, vagy könyveket tervezünk kiadni, konferenciákon veszünk részt, és aztán van olyan programunk, amikor az itteni eredményeket a témával kapcsolatos egyetemi karokon, tanszékeken is szeretnénk megismertetni a hallgatókkal, és ezzel kapcsolatban is nagyon jó közös programok születtek már. Tehát, hogy minél több mindenkit próbálunk bevonni egy közös
együttműködésbe, mondjuk egy turistától kezdve a Tudományos Akadémiának a tagságáig, vagy egy átlagembertől egy üzletemberig mindenkit, és reméljük, hogy ez az együttműködés, ez így a következő években egyre jobban erősödni fog, és hát egyre nagyobb eredményeket tudunk elérni.